Rettenetes, milyen szél fúj megint a tenger. Én bundában vagyok egészen. Párizsban süt a nap, mi meg megfagyunk. És Isten tudja, meddig kell még itt maradnunk. Maguknak könnyű, legalább itt van a férjük, de én... Zsűnónak, szegénynek nem szabad Párizst egy pillanatra sem elhagynia, nekem meg innen nem szabad elmennem. Mondja, édesem, nincs annak valami célja, hogy ő így... Milyen gonosz. Hisz tudja, hogy a férjem a helyőrség parancsnoka, és most igazán nem hagyhatja el Párizst. Nekem meg Letíci asszonya kell lennem. Mondja, mi rá? Ennek a rettenetes táborozásnak hát sose lesz már. Itt fogunk megőszülni. Itt szóljunk mi. Éjjel-nappal a sarkunkban van. Hajnaltól estig gyakorlatozni, dolgoztatni, vizenélni, földet túrni. Hát azért katonák. Hát mit gondol az én szegény zsűrőmnek? Talán jobb dolga van. Ilyen felelősség Párizsra vigyázni. Csak legalább ezek az estélyek ne vonjanak. Ebben is katonai rendnek kell lenni, kötelező unatkozás. De... Tudják, mit beszélnek Párizsban? Mit? Josephine-nek megint új szeretője van. Na nem mondja, kicsoda? Látták a Karolinát? És maga még védi? Hát tudja maga, hogy amikor Napóleon elvette, csak 4 tucat rongyos inge volt, mint 12 harisnyája. Jó, 13 ruhája az volt. De alsó szoknyája csak 6. Na látja, ez jellemzi Josephine. Az Isten érted, honnan tudja ezt ilyen pontosan? Hiszen éppen akkor foglalták a hitelezői mindenét, és... Fusé megmutatta a múltkor a végrehajtó listáját. A terék jó, Fusé! És maga még védi. Hát tudja maga, hogy mit művelt velem az a szerecsennő. Na hát ez itt mégis túlzás szerecsennek mondani. Miért? Hát nem kreó. Meghívott a báljára. Gyönyörű zöld bársonyruhát csináltattam, tudod, olyan csipke. Na nem az ő kedvéért, hát végtére is messzere mégsem mehetek el, nem? És Josephine megtudta a szabónomtól, hogy miben leszek az a gyalázatos, elárult, hogy zöld a ruhám. És most képzelje, hogy Josephine mit csinált, nem fogja elhinni. A szobája kárpítjait, a szalonja bútorait mind átvonatta kékre. Most képzeljen el engem a zöld ruhában. Tengerzöld ruha, égszínkék alapon. Egészen elvesztem benne, majd a föld alá süllyedtem szégyenletemben. Mégis fogatlan maradt szegényke, akárhogy erőket. De mégis császárnő lesz. Ki tudja, Napóleonnak örökösre van szükség, és talál magának annyi hercegnőt, hogy minden járok. El kell válni ettől a kalandornőtől. Legalább azt kellene megakadályozni, hogy megkoronáztassak. Ha a császárnővé koronázza a pápa, akkor már igazán késő lesz. Akkor már nem vágjuk el tőle. Mondja, Talleyrand, tényleg eljön Párizsba ő szentsége? Személyesen teszi ki magát a nagy strapának. Ne beszéljen így a szentatyáról. Én még tisztelem a vallást, és nem tudom hallgatni az ilyen istentelen beszédet. És hogy én vigyem ennek a nőnek az uszáját a koronázásra, soha! Hogy én így lealacsonyodjak. Hogy tudnék én uralkodni? Ha egyszer trónra kell menni. Hogy mi? A császár nővérei vigyük ennek a senkinek az uszáját. Ugyan mi volna, ha nem vette volna egy Bonaparte? Mi vér vagyunk a Bonaparte vérből. De ő is mindig elénk helyezi a bohernézeket. Elég legyen. Ha ő parancsolja, akkor meg kell tennetek. Én nem teszem. Marianne? Kérlek. Én sem. Soha ebben az életben. Annunciata! Tudod, anyám, hogy Karolina a nevem. Én azt tudom, hogy téged Annunciátának, téged meg Mariannak kereszteltek. Elájulok ezt a nevetséges korzikai nevet hallom. Annunciata. Ebben benne van egész Korzika. Marianne. Ilyen parasztos néven nem lehet valaki császárnővére. Nekem hiába vesznek fel cifra neveket. Hogy én vén fejjel tanuljak új neveket a lányaim számára. Hogyha hívni akarlak, akkor mindig gondolkodjam elébb, hogy hogy is hívnak benneteket. Elég bajom van már azzal, hogy nem tudom megszokni azt a módis szavakat, meg azt a furcsa francia párizsi beszédet. Elég, hogy tűröm ezeket a pucér ruhákat, meg ezt a nagy pazarlást. Minek így itt ez a sok gyertya? Régen mondom én, hogy nagy baj lesz ebből. Nem tudom én ezt már sokáig nézni. Itt hagyom ezt az egész vásárt. Csak nem merek hazamenni, mert akkor felidítek az Isten pénzét is. Marianne, minek megint ez a drága unha, meg ez a tömértek ékszer? Rossz a földnek hordani ezt a bűnös pazarlást. Amikor Marseille-ben a piacra küldtelek, kilátszott a lábod a cipőből, mégis jó volt. Most meg... Na ma, kompromittálsz bennünket! Hogy én mit csinálok? Szégyent hozol ránk, ha örökösen a szegénységünk idejét emlegeted. Én szégyent hozok rátok? Hogy én ti rátok? Hát elfelejted, kivel beszélsz. Az anyádnak mered mondani ezt? Én tisztességben neveltelek fel. 30 éves koromban maradtam özvegy. Mégsem tudtam más férfiról, ha boldogult uram után. Te meg az
szűrjétek össze a levet. De mama, az Istenért. Annunciata, azonnal kér bocsánatot. Tudja, édesem, mit mondanak? Hm? Hogy Paulinának a saját bátyjával van visszajelmeit. Melyikkel? Hát az első konzullal. Nem lehet. Én ezt mégsem hiszem. Te. Hát aki mesztelenül álmodelt egy szobrásznak. Azt is mondják, hogy Ortonzon, Bonapartéval van viszonya, meg hogy a gyereke is tudva, meg hogy örökbe akarom fogadni. Semmit sem lehet tudni. Én azt mondom, hogy a Garaszini lányal a Biancával is van valami dolga. A múltkor nagyon is kedves. Ugyan, de most miért nincs itt? Mondják. Igaz, hogy Karolina és Talera. Hát mi újság a bőrzén, kedves burzsoá uram? Jó újság! A bőrze boldog, majd kibújik a bőréből, hogy Bonaparte tábornok császár lesz. És gondolja, hogy ez most a közvélemény? Mondhatom, hogy így gondolkozik most Franciaországban minden ember. Uram, nekünk elég volt a szabadságból. Pénzt akarunk keresni. Mondhatom, ha Bonaparte császár lesz, hát mink jutunk uralomra. Nézze, Ney csapos volt, szukereskedő, rászolgalegény. Az én apám is paraszt volt. Ha burbonok jönnek vissza, akkor visszajön velük, mint az éhes sáska ad az egész nemesség, és megint ezek a cifra pajácák lesznek az urak. Egyenlőséget akarunk. Mi akarunk az urak lenni. Csak nem bántottam meg ön, Talleyrand polgártárs. De hiszen ön már nem arisztokrata. Ön levetette a reverendát, és eldobta a hercegi címeket. Igaz, hogyha az első konzul császár lesz, visszaállítja a grófi és hercegi címeket? Nem lehetetlen. Valószínűleg. Látja? Én jó republikánus vagyok. És mégis azt mondom, Bonapartét császárrá kell tennünk. Ha! Ezúttal egyedül. Jaj, kár! Tudja, úgy ránk férne egy kis szórakozás. Hetek óta penészedünk ebben az ostoba táborban. Ja Istenem, én úgy unatkozom. Ugyan már, hisz ez egy nagy város. Szép nagy város, Sádrakból. Hol lakik? Valami dragonyos ezred mellett. Aha, az egyiptomi úton. Csak nem. Már neveket kaptak az utcán. Mikor jön? Ma délben. Akkor talán láthatta, mint az új fekete paripámon kilovagoltam. Ó, igen, egy huszárt láttam leröpülni a lován. Ó, ez bizonyára valami matróz volt. Mert itt, tudjám, minden katonának, tüzérnek, huszárnak, matróznak egyszerre kell lennie. Hm? A matrózoknak lovagolniuk kell, a huszároknak pedig evezni. Csodálatos hely ez, hogy mire nem képes ez az ember. Egyébként ma alkalmam nyílt politikai kérdésekről társalogni vele, és mondhatom, igen komoran nyilatkozott. Micsoda? Csak nincs valami válság. Ugyan, hát nem kell ezt ilyen szó szerint érteni. Talán a barátunk csak egy kis drámai túlzással beszél. Talán csak a színház politika kérdéseiben gyűltek össze azok a komor fellegek. Hiszen ön is jelen volt, uram. Igaz, hogy csak a végén, és nem is a komoly részeknél. Azt azért hallhattam, mint az első konzul örjöngve visszautasította a császárságot. Micsoda? Mi az? Na, hát nem történt az ilyen tragikusan. Az első konzul egy kicsit rossz kedvű, valamit ideges, picit fáradt. Hát azt mondta, hogy valamicskét pihenni szeretne. Ugyan már nem vagyok. Uram! Kérem, hallgassanak meg. Egy szeszélyes szóból csak drámai fantáziával lehet politikai cselekedetre következtetni. Az első konzul oly következetes, hogy bizonyára oka van annak, ha olyasmit mondott, hogy fáradt, és egy időre visszavonul a magánéletbe. Ennek a hírnek nem szabad kiszivárognia. Uraim, gondolják meg, hogy megsínlenék ezt Franciaország pénzügyei? Mit szólna a börze? Uraim, ha valaki, hát én, ismerem az első konzul szándékait, és én lehetetlennek tartom, hogy ő most halasztani akarná a császárság proklamálását. Mondja, mi igaz ebből az egészből? Legyen nyugodt, asszonyom, semmi se. Tehát, ha igaz, bár igaz volna. Ha Napóleon nem akarod, hadd menjen. Itt van Murat, akkor ő lehetne a császár. Ismerik őt is, szeretik is. Hát nem a legvitézebb lovas generális. Ha ránéz kettejükre,
Hát Murat nem százszor lovagiasabb. Hatalmasabb királyibb. Miért? Hát nem tart alkalmasnak arra, hogy koronát viselsek. De hiszen ön Murat említette. Murat volna a császár. De én uralkodnék. És ön által uralkodnék. Erről Moró generálist azonnal értesíteni kell minden esetre. Ez nagy dolog, most mi vagyunk soron. Nézze már most is, mintha az orruk vére folyna. Elég volt a Bonapartékból. Moró generális másképpen becsülne meg bennünket. Remélem, jól mulatnak nálam, hölgyeim és uraim. Hát csak mulassanak. Miért vannak ilyen csendben? Máskor ilyen hangosak szoktak lenni. Azt akarom, hogy mulassanak! Önről beszéltünk, bátor. Igen, és? Szitták a házigazdát? Igen, komoly kérdést kellett tárgyalnunk. Te tényleg nem akarsz császár lenni? Megint ez a bolondság. Bolondság? Hallotta, azt mondta, bolondság. Tudtam, hogy így lesz. Ugye megmondtam, uraim, hogy öcsém, az első konzul sose ragadtatná el magát annyira, hogy ilyen könnyelmű és meggondolatlan kijelentést tegyen. Én már megnyugtattam mindenkit, hogy csak fantasztatúzás az egész. De jó volna, ha ön is határozottan kijelenteni, hogy nem igaz. Hogy merrek beleszólni a dolgaimba? Hogy merik kritizálni a cselekedeteimet? Mi ez? Mi? Nemzetgyűlést játszanak? Vagy a régi arisztokrata szalonokat kívánják utánozni? Antaton nagyon mulatságos. Politikát egyelőre még én csinálok, és abban önöknek soha semmilyen beleszólásuk nem lehet, nem is lesz! Egyeseknek. Maga helyén is idején meghallgatom a véleményét, de így együtt. Dekoltálva, díszmaskarádékban. Hallgatniuk kell. Azt hiszem, nem veheted rossz néven, ha mi valamennyien mélyen törődünk azzal, hogy mi lesz hazánk és családunk exponensének a sors. Te törődj a spanyol üzleteiddel, és ne avatkozz a dolgaimba. Ismétlem, ezek a mi dolgaink is. Nekünk valamennyiünknek, testvéreidnek, barátaidnak, híveidnek is van hozzá közünk. Te nem vagy csak a magadé, hanem... Most mondtad ki. Ezért nem kell a császárság. Elegem van belőle, hogy az életem nem az enyém, hanem a tiétek! Én a bátyád vagyok, jogommal, hogy incselek. Családunk nevéről van szó, a Bonaparte névről. Nem tudom, hogy felejtheti el, hogy nem csak az ön pozíciója forog kockán, hanem családja minden tagjai. Minden vagyunk elvész. Tábor, egy nemzet könyörög önnek. Franciaországot fölfalják ellenségei, ha nem lesz császár. A trikolor könyörög. Én nem bánom. Ne légy császár. Én mindig tudtam, hogy az egész dicsőség nem fog soká tartani. De akkor meg miért pazaroltál? Ha tudtad, hogy csöpönyös leszel, mint egy összvér, akkor miért nem tettél félre? Hagyja. Hogy leszel, mint az apád? Uraskodsz, pazarolsz, az is otthon a gyomorúságban. Nekem ne nadzolj. Én még nagyon jól emlékszem, milyen csúnya vörös gyerek voltál, amikor világra jöttél, akkor is teletörökkal ki a vlarkam. Így van, anyád. Hát egy anya kedvéért. Ezt se lehet megtenni. Hát ott úgy kellene annunciáltanak a Mariannek. Lucien és Joseph jövőt is biztosítanád. Lajoskából is kellene valamit csinálni. És mi? És velünk mi lesz? Mi közöm hozzá?